és szempontok is. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan sajátos, különösen szociális, illetőleg környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételeket határozhat meg. A törvénytervezet szociális feltételnek minősíti különösen a szerződés védett foglalkoztató bevonásával történő teljesítését, álláskeresők, valamint munkanélküliek vagy fogvatartottak foglalkoztatását, gyermekgondozási segélyben, valamint gyermeknevelési támogatásban részesülő személynek az ellátás folyósítása alatt, illetve azt követően részmunkaidőben történő foglalkoztatását, továbbá az egyenlő bánásmód követelményének biztosítása érdekében teendő intézkedések előírását. Ehhez kapcsolódóan a tervezet tartalmaz egy felhatalmazó rendelkezést is, mely alapján a kormány az általa irányított vagy felügyelt szervek és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek vonatkozásában előírhatja szociális és környezetvédelmi szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és módját. Ezzel a rendelkezés a jogalkotó a szabályozás jellegéről szóló második pontban foglaltaknak is megfelelően rendeleti szintre helyezi a közbeszerzésekben kötelezően alkalmazandó, a kormányprogram céljának megfelelő szociális és zöld szempontoknak a meghatározását, lehetőséget teremtve azon jogpolitikai célok hatékonyabb érvényesülésére, melyek nem kizárólag a közbeszerzési jog által kezelendőek. Az előterjesztés a kormányprogram szerinti közbeszerzési fordulat végrehajtására irányul. A közbeszerzés a közvélemény megítélése szerint drága, lassú, korrupt és túlszabályozott, a pályáztatás nehézkes és bonyolult. A szakmai kérdések gyakran a háttérbe szorulnak. A törvénytervezet célja, hogy a közbeszerzés egy átlátható, a jogalkalmazók számára könnyebben érthető rendszerben kerüljön szabályozásra. Ennek érdekében a tervezet számos a visszaélések és a korrupció visszaszorítására irányuló rendelkezést tartalmaz, az egyes eljárási fajták világosabb és egyszerűbb szabályozása pedig a könnyebb alkalmazhatóság, illetve a szabályozás kiszámíthatósága irányába hat. A kormányprogram kiemelten foglalkozik a vállalati körbetartozás és lánctartozás megszüntetésével, valamint a KKV-k közbeszerzésben való részvételének elősegítésével. A fenti célok elérését kívánják előmozdítani, a javaslatban az adminisztratív terhek csökkentése, könnyen közbeszerzési tanácsadó nélkül is értelmezhető szabályok. A KKV-k és főként a mikrovállalkozások közbeszerzésekben való részvételének előmozdítása az uniós értékhatár alatti rezsimben a lehető legegyszerűbb és legrugalmasabb keretek megteremtése, amely igazodhat az ajánlat kérő által felismert környezeti sajátosságokhoz. A törvény mindössze néhány helyen tartalmaz eltérést engedő szabályt, így alapvetően kógens szabályozásról van szó. Lényeges különbség ugyanakkor, hogy a nemzeti eljárásrendben nagy teret kap a diszpozitivitás. A törvény rögzíti, hogy a jogszabályban nem rendezett kérdésekben a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartásával kell eljárni. Az új törvényjavaslat azt a filozófiát követi, hogy nem minden magatartás alapvetően tilos. A korábbi KBT alkalmazásával kapcsolatos tapasztalat, hogy a törvény részletes szabályozásra törekedett, ám minden élethelyzetet lefedő szabályokat alkotni nem lehetséges. A javaslat egyik lényeges célkitűzése, hogy növelje az alapelvek szerepét a közbeszerzési jogalkalmazásban. A javaslatban több, az eddiginél általánosabb megfogalmazású szabály és új alapelvek is erősítik az eljárások integritását. Az átláthatóság, a jóhiszeműség, a tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás mellett a közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elve is rögzítésre került. A törvényi kereteket egyes speciális rendeletek egészítik ki azokon a területeken, ahol speciális jogszabályi rendelkezés indokolt. A különös szabályozás előnye, hogy az érintett érdekelti körrel egyeztetve, törvénymódosítási igény nélkül igazodhat a szabályozás a gazdaság igényeihez, biztosítva ugyanakkor a jogalkotás során a közpénzek elköltésénél lényeges szempontok, a kormányzat számára előtérben álló jogpolitikai célok érvényesítését. A közbeszerzési szabályozás változásait röviden tekintsük át. Az egyik a közbeszerzési eljárások rugalmasabbá és egyszerűbbé tétele. Ezen belül az eredményhirdetés intézményének megszüntetése. Az új szabályok szerint az ajánlatkérőnek eljárás lezáró döntése meghozatalát követően egyidejűleg kell minden ajánlattevő részvételre jelentkező számára megküldeni az írásbeli összegezést, nem kell előre megadni az összegezés megküldésének pontos időpontját. A szerződés megkötésével kapcsolatos szabályok.
nem kell megadni az eljárást indító felhívásban a szerződés megkötésének pontos napját. Az ajánlatkérő a szerződést adott esetben a szükséges moratórium kivárása után az eredmény közlését követő 30 napon belül köteles megkötni, jogorvoslati eljárás miatt megtartandó moratórium esetén pedig az eljárás lezárultát követően, amennyiben ajánlatát a nyertes még fenntartja. A gyorsítás igénye. Az ajánlatok elbírálásának gyorsítását ösztönzik az ajánlati kötöttség szabályai. Az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést az ajánlati kötöttség időtartama alatt kell kiküldenie az ajánlattevőknek. Gyorsabb szerződés kötés tesz lehetővé, hogy a szerződés kötési moratóriumot csak olyan esetekben kell megtartani, amikor azt az irányelvi rendelkezések előírják. Egyes eljárástípusok megújítása rugalmasabbá tétele. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárással kapcsolatban osztrák példára került a törvénybe az a szabály, hogy amennyiben lehetőség van rá, a kis- és középvállalkozásnak minősülő szervezetet kell ajánlattételre felhívni. A közbeszerzési döntőbizottság gyakorlatát tükrözi, és a jobb verseny elősegítését szolgálja továbbá, hogy az ajánlatkérőnek legalább 3 ajánlattevőt fel kell hívnia ajánlattételre, rendkívüli sürgősségre tekintettel lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén. A visszaélések és a korrupció visszaszorítása. A közszolgáltatók ne kerülhessék meg a közbeszerzési kötelezettséget leányvállalatikon keresztül. A fedezet összegének bontás előtti ismertetése. Új szabályként jelenik meg, hogy az ajánlatkérő a bontást megelőzően nyilvánosan ismerteti, hogy a szerződés teljesítéséhez mekkora anyagi fedezet áll rendelkezésére. Minden ajánlattevő számára kiszámíthatóvá válik így annak az eredménytelenségi oknak az alkalmazása, amikor egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyesebb ajánlatot tevő sem tett a fedezet mértékéhez mérten megfelelő ajánlatot. Az ajánlati kötöttség tiszteletben tartása. A hiánypótlás és az ajánlatokkal kapcsolatos felvilágosítás kérése körében szintén a verseny tisztaságának szem előtt tartásával szabályozza újra a javaslat, mely körben kerülhet sor a hiányok pótlására vagy felvilágosítás megadására. Az alvállalkozók és az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában résztvevő szervezetek új szabályai. Az új törvény megszünteti a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozó külön szabályokat. Megszűnik az a szabályozás is, amely a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóktól is az ajánlattevőkhöz hasonlóan kívánta meg a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtását. A megfelelő ajánlatkérő általi ellenőrzést, emellett a hosszú alvállalkozói lánc kialakulásának akadályozását szolgálja, ugyanakkor amellett, hogy a nyilatkozatok valóságtartalmát ajánlatkérő maga is ellenőrizheti, hogyha egy szervezet a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem közös ajánlattevőként kell szerepelnie. A szerződés teljesítése a kis- és középvállalkozások részvételét és az alvállalkozók kifizetésének biztosítását előmozdító szabályok külön említésre méltóak. Egyaránt szolgálja az ajánlattevők és az alvállalkozók megfelelő kifizetését, hogy a szerződésben foglalt fizetési határidő a 30 napot csak akkor haladhatja meg, ha a szerződésben a felek az ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve, hogy a választott szerződéses konstrukció, vagy a szerződéssel kapcsolatos más egyedi körülmények miatt ez tényszerűen indokolt, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot. Javít, különösen a kis- és mikrovállalkozások és teljesítési képességén, hogy az új törvény szerint építési beruházás és az uniós értékhatárt elérő értékű szolgáltatás megrendelés esetén az ajánlattevők előlegre lesznek jogosultak. Az új törvény olyan rendszer rendeleti szintű kidolgozásának alapjait adja meg, ami az alvállalkozók számára az ajánlatkérő általi közvetlen kifizetés biztosítja. A nyertes ajánlattevő felszámolás alá kerülése esetén az igazolt teljesítés alapján az alvállalkozónak közvetlenül járó összeg nem része a felszámolási vagyonnak. Rögzítésre kerül, hogy a nyertes ajánlattevő engedményezés vagy követelés elzálogosítása útján érvénytelenség terhe mellett nem vonhatja el a közvetlen kifizetésre jogosult alvállalkozók díjának fedezetét. Az uniós értékhatár alatti beszerzések.
Az uniós eljárásrendben nem tartozó közbeszerzésekre alkalmazandó eljárás szabályai szintén jelentősen változnak. Az ajánlatkérő alkalmazhatja, építési beruházás esetén pedig köteles alkalmazni az uniós eljárásrend eljárási fajtáit azokkal a könnyítésekkel, rövidebb határidőkkel, amelyeket a kisebb értékre tekintettel a javaslat lehetővé tesz. És végezetül röviden a jogorvoslat szabályairól. A javaslat célja hatékony és gyors jogorvoslat követelménye mellett különös hangsúlyt fektetni az átláthatóság és a jogbiztonság követelményének érvényesülésére is. A jogorvoslat jelentőségének újraértelmezésekor és szabályozásakor nagy hangsúlyt kell helyezni a közbeszerzési döntőbizottság szerepére, ami mint az első jogorvoslati fórum tagadhatatlanul kiemelt jelentőséggel bír. Jelentős szerepe lesz a mértékadó jogorvoslati döntéseknek. A javaslat alapján a KDB elvi jelentőségű kérdésekben úgynevezett elvi döntést hoz és tesz közé a honlapján. Az új jogintézmény elsődleges célja, hogy minimálisra csökkentse a KBT egyes szabályainak a KDB eljárása során történő sokfelé ágazó értelmezési lehetőségeit, és egyúttal azt a bizonytalansági tényezőt is, melyet a múltban sorra születő, egymásnak sok esetben gyökeresen ellentmondó indokolású határozatok szültek. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, kérem a módosító javaslatok benyújtási határidejének az ülésnap végéig történő kiterjesztését. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Göndör Istvánnak, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim. Gondolkodtam azon, hogy a rendelkezésemre álló időben csak azokról a tételekről beszéljek, amelyekről államtitkár úr volt szíves beszélni. Elnézést, de én viszonylag halkszavú vagyok, tehát akkor nem leszek képes a 20 perces időmet végigbeszélni, ha ennél hangosabban mondom. Tehát mégis hadd kezdjem azzal, államtitkár úr, hogy egy olyan jogintézményről beszélünk, amely szinte az egész történelmünkre jellemző. A jelentősége napról napra növekedett, és nyugodtan mondhatjuk azt, hogy még ma is növekszik, akárha csak a hazai, akár már az Európai Uniós források felhasználását vesszük figyelembe. Már az ókori görögöknél is létezett az árlejtéses licit, igaz, hogy ennek akkor még nem volt írásos formája, ez egy szóbeli forma volt, de nagyon hatékony. Ők azok, akik erről egyáltalán valamilyen írásos megemlítést tesznek, ugyanakkor már akkor is hangsúlyozták, hogy rendkívül nehezen ellenőrizhető és nagyon rosszul dokumentált eljárás. Azért adok külön hangot, mert összefügg a mostani törvényjavaslattal is. Egészen a múlt századig működött ez a szóbeli forma Magyarországon, és ennyit engedjenek meg nekem kitérőül. Ma már kevesen tudják, hogy egészen más értelemben használt kótyavetye szó, az valamikor az eredeti értelmében ezt a közbeszerzést jelentette közszállítási szabályzatként. Tehát nálunk is létezett, már a kezdetek kezdetén is, és a hazai ipar fejlesztésének céljával alkották meg az első szabályt. Hadd említsem Baross Gábor nevét, hozzá kötődik, ő már 1887-ben a vasútépítés körülményei között próbálta meg érvényesíteni azokat az elveket, amelyekről azóta is ma is beszélünk. Az első írott általános szabály, amely kötelezően alkalmazandó, az 1907-ből való, egészen 1934-ig volt hatályban, és nagyon érdekes, hogy kikre vonatkozott. Akkor is már az volt a hatály, hogy a törvényhatóságokra, az államra és a közösségekre, tehát a közpénzek elköltésére. Aztán megpróbálták egészen körülírni ezeket a módszereket, eljárási szabályokat. Az államszervezetnek saját magának a háttérintézményeiből kellett biztosítani a megrendelések nagyobb részét,
külön szabályozták, hogy melyet kell állami vállalkozásokból megrendelni, és a harmadik, ami a mostani törvényünkkel leginkább összefügg, mely az a rész, amit vállalatba, vállalkozásba lehet adni. Ezek után azt hiszem, hogy nem túlzás, ha azt mondom, hogy a közbeszerzés mindig is reflektorfényben volt, és nagy volt a kihívás. Az állami megrendelés mögött mindig a közös adóforintjaink vannak, és akik ennek a felhasználásáról döntöttek, ez már a szó összetételből is következik, nem a saját pénzükről, hanem a mi közös adóforintjainkról döntöttek. A vállalkozók, akik ebben részt vettek, ők pedig szerettek volna bekerülni abba az úgynevezett udvari beszállítói körbe, amely azért a szokásos piaci helyzetnél mindig biztosított lehetőséget valamilyen kedvezőbb pozíció elérésére. És tulajdonképpen ezt próbálták korábban, ezt próbálja a most hatályos törvény, és az előterjesztő szándéka szerint erre próbál regulát meghatározni a most benyújtott új törvény. Mindvégig nyomon kísérték a nyilvánosság, az ellenőrizhetőség, az észszerűség, a hatékonyság kritériumai a törvényjavaslatot. Amiért ez most különösen nagy hangsúlyt kap nálunk, mert a hazai források mellett az Európai Uniós források szabályszerű felhasználásának sokkal szigorúbb szankciói vannak, mint a hazai gyakorlatban alkalmazott szankció. Tisztelt képviselőtársaim, ami nagyon pozitív, és az előző ciklusokban, akik a 98-2002 közötti időszakban is itt ültek a házban, számukra érdekes csak ez a megjegyzés, hogy számomra a sok más pozitív dolog mellett egy nagyon pozitív, hogy ebben a törvényben rögzítik, hogy a jövőben minden évben lesz költségvetés. Mert ez a törvény kógensen kimondja, hogy minden évben a költségvetési törvényben kell majd közzétenni az értékhatárokat. Tehát ez azt feltételezi, hogy ilyen lesz. Én arról, hogy milyen sok, tehát a 5000 körüli eljárás, a 1,5 és 2 milliárd forint közötti forrás, de az uniós forrásokat hozzáveszem, akkor ennél is lényegesen több. Tehát ez adja meg igazán a jelentőségét ennek a jogintézménynek, amely egyébként, és a példáimban majd ki fogok rá térni, bizonyítható, hogy nagyon fontos gazdaságszabályzó és gazdaságirányító szerepe is van. Engedjenek meg nekem néhány gondolatot. A hatályos jogszabály, amelynek jó néhány tételét átveszi a törvényjavaslat, azt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy ezt már úgy próbálja a saját ötletként eladni, nem érdekes. Egy a lényeg, hogy az, ami a hosszú szerves fejlődés során pozitív irányba változott, azok itt visszaköszönnek számtalan esetben. Amit viszont meg kell, hogy említsek, és talán államtitkár is emlékszik rá, hogy az Orbán kormányt megelőző időszakban az utolsó módosítás, annak előkészítése közel 1,5 évet vett igénybe, ahol állami számvevőszék, versenyhivatal, kamarák, tehát nem mondom el, rabolná az időt, tehát nagyon széleskörű egyeztetés eredményeként született meg. Itt azért vélelmezem, hogy nincs meg ez a részletes, mögöttes egyeztetés, mert majd a példáimban kitérek arra, és gondolom, hogy az egyes szereplők esetleg kifogást emeltek volna. Abban is egyetértünk, mert a szocialista kormány, vagy a szocialista párt programjában is szerepelt, hogy a most hatályos törvényt minden körülmények között meg kell változtatni, és sok elvben egyetértünk, megint csak az egyszerűbb, átláthatóbb és a hasonló elvekre. De annyit hadd jegyezzek meg itt, hogy a másik oldalról, a piac oldaláról
Mindig jelentkezik igény, amely abba az irányba mutat, hogy adott részletszabályokat egy-egy jogorvoslat végén mégiscsak rögzítsünk a jogszabályba. Nehéz azt mondani, hogy ezt vagy azt nem tesszük, és megint csak fogok hivatkozni arra, hogy milyen jogharmonizációs gondjaim, problémáim vannak jelen törvényjavaslattal. Miközben elfogadom, hogy az átláthatóság, a verseny tisztasága, egyszerűbbé tétel, a közpénzek hatékony elköltése, a kis- és középvállalkozások pozíciójának javítása fontos és megkerülhetetlen, de hogy kiszámítható legyen, hogy tervezhető legyen, lehetőleg egy-egy projekt gyorsan megvalósítható legyen, az adminisztrációs terhek is csökkenjenek, közbeszerzés, ahogy ezt korábban mondták képviselőtársaim, és a végére hagytam, holott sokkal fontosabb, akár a környezetvédelem, vagy a szociális foglalkoztatás kérdése. Mindezeket a követelményeket egy olyan harmonikus rendszerbe gyúrni, hogy mindennek megfeleljen, ez egyszerűen azt mondom, hogy lehetetlen. Tehát ennyiben elismerésem államtitkár úrnak, hogy kísérletet tesznek, és talán azért kellett volna hosszabb vita és egyeztetés, hogy azok az egyensúlyok, amelyeket meg kell, hogy teremtsünk, ha a képviselő úr szót kér, szerintem az elnök úr biztos, hogy fog önnek szót adni. Tehát azokkal szemben, akik tényleg részt akarnak venni a közbeszerzésben ajánlattevő oldalon, számukra a lehető legkevesebb konfliktust jelentse ez a törvényjavaslat. És ettől kezdve hadd mondjak néhány olyan dolgot, amiben én problémát látok, és remélem, hogy módosító indítványokkal lehet majd változtatni. Miközben elmondtam én magam is, hogy szimpatizálunk azzal, hogy rövidebb lett ez a törvényjavaslat, de tisztelt államtitkár úr, az átláthatóság kritériuma az csak annak van meg, aki a törvényjavaslatot elolvassa. De aki azt is elolvassa, hogy milyen sok kormány és miniszteri rendeletre ad felhatalmazást, ebbe a pillanatba szertefoszlik az az illúzió, hogy ez egy átlátható rendszer, sőt, hadd lopjam el, bocsánatot kérek Kupcsok képviselő úrtól, ő mondta, de le van írva az általános indoklásban is, hogy olyan egyszerű, hogy nem lesz szükség külső szakértők alkalmazására. Szóval azt gondolom, hogy ez így már nem igaz. A visszahivatkozásokra majdnem azt merem bevállalni, képviselő úr, ha bárhol felütjük ezt a törvényjavaslatot, kiválasztunk tetszés szerint egy paragrafust, 2, 3, 4 visszahivatkozást is lehet találni, tehát ez sem igaz, hogy egyszerűbb lett a visszahivatkozások rendszere, mert igenis létezik a többszörös, sőt, a még ma meg nem lévő kormány rendeletre is hivatkozik. Azt gondolom, hogy itt egy van, hogy a kormányrendelet már biztos, hogy egyes élethelyzeteket fog szabályozni, ezért tartjuk ezt mindenképpen aggályosnak. Amikor átláthatóságról beszélünk, akkor keserűséggel kell megjegyeznem, hogy a ma hatályos törvényben az átláthatóságnak számos garanciája volt, közte az ajánlattétel, a bontás és sok minden más folyamatnak a lehető legrövidebb időn belül a legszélesebb nyilvánosságot biztosító internetes közzététel. Ez most csak úgy szerepel, hogy a közzétételi kérdéseket majd rendelet fogja szabályozni. A következő, azt örvendetesnek tartjuk, hogy azt a kört, hogy értékhatár alatt fölött, ez egyszerűbb lett. Azért itt is jegyezzek meg egy pikírt gondolatot. Én azt vallom, tehát az igazság előbb-utóbb mindig kiderül. Az Orbán kormány hatalomra kerülésével az elsők között próbáltak az ügyvédek számára kedvezőbb pályát biztosítani.
Nagyon érdekes, és még mindig nem azt mondanám, hogy teljesen korrekt a megoldás, amit javasolnak, de azt hiszem ennél ékesebb bizonyíték nem kell, és engedjék meg, hogy szó szerint idézzem. Újra megerősítik, hogy nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a mellékletben hivatkoznak a megfelelő kódszámokra, de a folytatás az. A külön jogszabályban meghatározott hirdetményt közzé kell tenni, a szerződést szerepeltetni kell az éves statisztikai összegzésben. Tehát ezek szerint a kormány mégiscsak elismeri, hogy az uniós jogharmonizáció keretében a jogszolgáltatásnak egy része az beletartozik a közbeszerzési törvény hatájába. Ugyanakkor ez megkerülhető, mert ez a szabály, amit felolvastam, ez csak az uniós értékhatár fölötti részre vonatkozik, tehát megvan a lehetőség, hogy csak alatta szerződjenek az ügyvéd urak, az ügyvédi irodák, és már is biztosított, hogy nem kell közbeszerzési eljárást folytatni. Vitám van a korrupcióval és magával, aki az átláthatóság, hadd kapcsolja itt össze a kettőt. Miközben azt mondják, hogy egyszerű, tisztelt képviselőtársaim, ez a törvény, és úgy látszik, nem én olvastam rosszul, mert a kormánypárti vezérszónok is elmondta, hogy a törvény lehetővé teszi az ajánlattevők számára az egyedi eljárásrend kialakítását. Tisztelt képviselőtársaim, bármilyen csúnyán hangzik, ez azt jelenti, hogy ahány ház, annyi szokás. Az ajánlattévőknek ennyi szokást kellene az alaptörvény mellett alkalmazni, és mellette még azt is tudniuk kellene eldönteni, hogy az ajánlattévő által alkalmazott egyedi eljárási rend az vajon megfelele az e törvényben rögzített alapelveknek, amelyek egyébként nagyon helyesek és követendőek. Tehát az, hogy itt szabadon lehet meghatározni, ezt ne haragudjak, és azért mondtam, hogy korrupció gyanús, ez bizony, mivel a közbeszerzési eljárások kétharmadára vonatkozhat, ez bizony előre vetíti a klientúra építés lehetőségét. Aggályosnak tartom az ajánlatkérő meglehetősen szabad, képviselőtársam úgy fogalmazott, hogy rugalmas szerződés módosítás, én azt mondanám, hogy azért ez meg túlzott, és nem egyértelmű, hogy mikor nem élhet ezzel a lehetőséggel. Az, hogy megszünteti az eredményhirdetés rendszerét, számomra ez nem elfogadható. Ez is egy olyan elem, amely a nyilvánosság kizárását, a nyilvánosságra hozatali lehetőségek számát csökkenti, mert az, hogy egy-egy levélben tájékoztatják az érintetteket, ez már kevésbé az. Vitatom azt, amikor azt mondták, és írja a törvényjavaslat, hogy közzé kell tenni egy adott pillanatban, hogy mennyi forrás áll az ajánlatkérő rendelkezésére. Tisztelt képviselőtársaim, ezt olyankor kell megtennie, amikor még nem tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes lesz vagy se. Tehát, ha itt nem tesznek valamilyen kiegészítő pontot, akkor azt jelenti, hogy az ajánlattevő kiszolgáltatja magát egy második körös eljárás esetén az ajánlattévők kénye kedvének. Ugyanígy az összeférhetetlenség. Nem elfogadható az az egyszerű spongyola, hogy akinek a pártatlanság és tárgyilagossága nem biztosított, és minden esetben egyedileg és külön kell vizsgálni. Szeretném kiemelni az időm rettentően fogy az alvállalkozókra vonatkozó kérdéskört. Tisztelt képviselőtársaim, és ezt tudom, hogy ebben a Fidesz még mint ellenzéki párt is keményen küzdött és ostorozta, hogy lehetőleg az alvállalkozói hierarchiákat csökkentsük, zsugorítsuk, és amennyire lehet garanciát és biztosítékot adjunk. Tisztelt államtitkár úr, az, hogy a 25%-os alvállalkozó közös ajánlattevőnek minősül. Ha ezt így önmagába venném, azt mondom, hogy ez szép. De a folytatással van a baj.
az, hogy egyetemleges felelőssége van. Kérem, gondolják végig, mindazok, akik azt mondták, hogy ez a kis és közép vállalkozásokat jobb helyzetbe hozza. Egy kis és közepes vállalkozó.